Az idei önkormányzati ciklus utolsó aktuális ügyeiről szeretnék most következő pár percben egy picit időt szakítani, mert hogy ugyebár április 20-ától kampányidőszak van. Viszont akkor csapjunk is bele, hiszen hát jelentős beruházás folyik a városban, méghozzá az az egészségügyi centrum, kezdjük ezzel, amelyik itt a piknikpark területén szépül, bővül, nem tudom mit csinálódik, de látszódik, hogy tényleg itt már munkálatok folynak. A több nagyobb beruházás is folyamatban van jelen pillanatban. Ezek közül az egyik ez az egészségügyi központ, alapellátási feladatokat ellátó új intézményegység. Orvosi rendelő, egy házi orvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálatnak a helyszínét fogja biztosítani, teljesen átalakítva belülről a régi úttörőházat, amely szerintem egy nagyon szép épület a mezőberénynek, meg is érett arra, hogy rendben legyen téve, hiszen mind a tetőszerkezete elég ronda állapotban volt, másrészt pedig belülről is már eléggé lelakott volt, hogy finoman fejezzem ki magam, és most ezeket a dolgokat meg tudjuk oldani, de nem csak ez volt a fontos dolog, hogy külcsinileg, meg belbecsileg rendbe tegyük, hanem az is, hogy itt egy hosszú távú fejlesztésben gondolkodva a strandhoz kapcsolódó gyógyászati részlegnek is előkészítsük már a helyszínt. És akkor ez mikorra fog elkészülni? Mert hát látjuk, hogy tényleg nagyon folyik a munka. Ez a beruházás augusztus végére műszaki átadáshoz elkészül. A műszaki átadás az 30 napot vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy szeptember végére átadásra kerülhet az épület. Ami azért fontos számunkra, mert hogy új házi orvos érkezik Mezőberénybe. Igaz, hogy legkésőbb 2025. január 1-től, de mi szeretnénk, hogyha minél hamarabb az ő elképzeléseinek megfelelően is a berendezést meg tudnánk tenni a házi orvosi rendelőben. Na, ha már felhoztad, ugye már Dóczi doktor úr helyébe jön. Mit kell róla tudni? Én már hallottam a testületén, hogy 3 éves koráig Mezőberényben élt. Így van, pontosan 3 éves koráig Mezőberényben élt, édesanyja Mezőberény, és hát most jelen pillanatban Békés Csabán laknak a férjével. Én nevet mondtam azt hiszem a testületi ülésen is, mert hogy többszöri tárgyalás alkalmával abban maradtunk, hogy majd amikor oda kerülünk, hogy akkor most már biztos, akkor fogjuk csak bedobni a nevét igazándiból. Lobmajer Fanninak hívják a hölgyet, dr. Lobmajer Fanni, aki jelen pillanatban Zuberes doktor úrnál rezidensi képzésben vesz részt, annak a gyakorlati részét csinálja, és hát információink szerint ő október-novemberben lesz az a záró vizsgája, amikortól már házi orvosként majd tevékenykedhet önállóan is. Na, hát ennek nagyon örülünk. Ez előrelépés a Mezőberény egészségügyében, hiszen tudjuk azt, hogy voltak itt aztán visszavonulások az elmúlt időszakban. Visszatérve egy picit a piknikparkot, akkor ezek szerint a volt úttörőház épületében már szeptembertől a védőnői szolgálat itt fog működni. Vélhetőleg igen. Itt azért annyit tudni kell, hogy a védőnői szolgálat már nem az önkormányzathoz tartozik, ezért nekünk a megyei kórházzal egyeztetnünk kell, hogy akkor milyen felszereléseket tudnak ők hozni, mi az, amire szükség van abból a felszerelésből, ami jelen pillanatban a Széchenyi utcán van. Tehát több mindent kell tisztáznunk a védőnőknek a munkaadójával. A többi pedig, ami terben van, az majd csak a későbbiekben valósulhat. Így van, ez egy hosszú folyamat, amihez tudom, hogy nincs az embereknek türelme, mert azt szeretnék, hogy ma beszélünk róla, holnap készen legyen, tehát nem így működik sajnos, mert hogy jelen pillanatban csak az alapszolgáltatásra volt a pályázat, ezért erre adtuk be a kérelmünket, az igényünket, és hát hosszabb távon pedig szeretnénk, hogyha itt vissza tudna térni majd a fizioterápia, illetve előre haladott tárgyalások vannak a reumatológiai kezelésekkel kapcsolatban, de ez lehet, hogy 3-5 évet is igénybe vesz, mire ez megvalósul. Hát igen, és ismerem a magyar viszonyokat, de ha már beruházás, akkor éppen a Facebookon osztottad meg, hogy az idősek otthonában is jelentős fejlesztésre kerül sor. Igen, ott megkezdődött a műszaki átadás, egy teljes körű energetikai felújítás történt meg, nyilászárócserékkel, kazáncserével,
utólagos falszigeteléssel, naperőmű került az épület tetejére, és hát belül több minden apróbb dolognak tűnő, de például mozgáskorlátozott WC-nek a felújítása, mosdóknak a felújítása is megtörtént. Egyébként nagy az igény rá, mert hát ugye nem is olyan nagyon régen, éppen a reformátusok, mikor 20 éves lett az idősek otthona ott a Kálvin téren, ott említettétek meg azt, hogy bizony nagyon nagy a várólista. Jelen pillanatban, ha jól emlékszem, akkor 80 körüli szám az, ami várakozik arra, hogy bekerülhessen a szociális otthonba. Összesen 102 férőhely van a két épületben, a Puskin utcai, illetve a Juhász Gyula utcai idősek otthonában. No, hát maradva a beruházásoknál. Tudom, hogy nem az önkormányzathoz tartozó beruházásról van szó, de hát a sportpályánk is, ha minden igaz, fejlesztésen fog átesni, méghozzá a Mezőbenyi Labdarúgó Egyesületnek köszönhetően egy MLS-es pályázat keretében. Az MLE, Mezőbenyi Labdarúgó Egyesület, nagyon pozitívan áll hozzá a létesítményhez, ugyan nem az ő tulajdona, mégis olyan TAO-s pályázattal foglalkoztak, ami a öltözőkben a fűtés felújítását fogja eredményezni, a melegvíz szolgáltatást javítják, és hát ott is napelemek is fölkerülnek még pluszban, amik a villamos energia felhasználásban jelentenek segítséget, és ha úgy tetszik, akkor az önkormányzatnak költségcsökkenést. Ezt köszönjük nekik ezúton is, de nem csak ez valósul meg az idei évben a sporttelepen. Ami már biztos, hogy a műfőes pálya teljes felújítása megtörténik, ehhez önerőt biztosított az önkormányzat, ha jól emlékszem, 3 millió forintot, a többit az MLE szállja. Ezen kívül szintén az MLE-nek a pályázati keretében megvalósulna a két kapunak a cseréje. Azt mondják, hogy Magyarországon már csak Mezőberényben van négyszögletes kapufa, és ez már nem annyira korszerű, illetve előtte a fűnek a cseréje is megtörténik, valamint az öntöző rendszernek a felújítása is meg fog történni. Szintén az MLE-nek köszönhetően igazándiból, de ez utóbbi két dolog, a műfüves pálya és a centerpálya felújítása, azaz önkormányzat vezetésével fog megvalósulni. Na hát ennek is örülünk, de ha már sport, akkor mindenképpen említsük meg azt a kosaras sikert, amit éppen a napokban sikerült elérni. Méghozzá az, hogy a negyedik és a harmadik korcsoportos kosaras lányaink a megyei diakolimpiai döntőben elsők lettek Gyulán. Ugye, és mehetnek a országos elődöntőre. Az egyszerűbb érthetőség kedvéért 5., 6. és 7., 8. korosztályos lányok nyerték meg a megyei bajnokságot Iványi László edző vezetésével. Iványi László talán nem kell bemutatni a mezőberényeknek, hiszen meglehetősen régi bútordarab a sportban, a kosárlabdában. Ez most azt gondolom, hogy egy olyan visszafele mozgás a sportágban, amire nagyon nagy szükség lenne, hiszen több évtizedes hagyománya van Mezőberényben a kosárlabdának. Nem tudom mikor volt, de 50 éves évfordulót ünnepeltünk ezelőtt pár évvel Mezőberényben, és hát most egy olyan dolog következett be, amire megint büszkék lehetünk, és reményeink szerint újra elindul esetleg a felnőtt kosárlabda is a városban. Nagy gratuláció a lányoknak, nagy gratuláció az edzőnek, és hát valamilyen szinten az iskolának és a szülőknek is, hiszen kell hozzá az iskola is, kell hozzá a szülő támogató háttere is. És itt vagyunk már is egy újabb helyszínen, méghozzá a nem is olyan nagyon régen átadott emlékművünknél, melyel tulajdonképpen a 300 éves újratelepítésünkre emlékeztünk. Hát itt is terveztek további fejlesztéseket, nem állt meg azzal, hogy itt egy emlékmű létrejött. Hát nem azt mondom, hogy milyen nagy fejlesztés, de az emlékmű környékén szeretnénk egy történelmi séta utat kialakítani. Már a művész dolgozik rajta, 15 dátumot szeretnénk fölhelyezni, és ehhez kapcsolódóan pedig egy olyan QR-kódos felületet, amin keresztül Mezőberény történetét akár teljes egészében le tudják tölteni az érdeklődők, és hát magát a sétát végig meg tudják tenni a emlékmű körül. Ezt a eddigi
egyeztetések alapján augusztus 20-a környékére elkészíti a művész úr. Nyilván ugyanazzal a művésszel dolgozunk, akivel eddigi Széri Varga Gézát kértük föl arra, hogy csinálja meg ezt. Ugye ez nem önkormányzati beruházás igazándiba, hanem egy alapítványnak a támogatásával tudjuk megvalósítani. De ez egy kisebb történet itt, ennél van sokkal nagyobb történet, az élhető települések program keretében befejezzük a Kossuth térnek a Széchenyi utcáig, Puskin utcáig terjedő szakaszán a felületnek a felújítását, ugyanazzal a megoldással, amivel előbb a Spár előtti területen már elkészült. El fogjuk készíteni a templomtól a járdát végig a szintén a Széchenyi utcáig. A túloldalon már elkészült a MIFTA és a Gösszer között, ez nem a pályázatból, ez önkormányzati forrásból készült el, valamint a lezárásaként, a tér lezárásaként volt kínai bolt előtt is szeretnénk egy szélesebb területet járdával, illetve egy kis parkoló résszel kiegészíteni, azzal együtt, hogy amikor most is lehet látni egyébként, hogy vízállás van, ennek a víz elvezetését is megoldani. Na, ha már járda, akkor viszont máshol is lesznek járda felújítások? Mert hogy itt most akkor ezek szerint ezt a részrendbe tesz. Igen, nagyobb az előző évekhez képest egy kicsivel nagyobb járdafelújítási terveink vannak. 20 millió forint forrásból szeretnénk felújítani több helyen. Akár említhetem a Gárdonyi Géza utcát, említhetem a Szénáskert utcát, a Bátori utcát, említhetem a Vasút utcát, de elég régóta jelezték nem a lakók, hanem az ott közlekedők a buszmegállótól egészen a Liget utca 1/A-nak a lépcsőházáig terjedő szakaszon kicserélnénk a járdát teljes egészében ilyen járólaposra, mint amilyen itt a MIFTA-nál is megtörtént. Ez azért fontos, mert azt az oldalt elég sokan használják gyalogos forgalomra, különösen a buszhoz menők, illetve a busztól jövők használják azt a területet. Tudom, ez mindig vitát gerjeszt, hogy kihez mit tudunk megvalósítani, hogy meg miért bent, miért nem kint. Miért nem bent, miért nem kint, mert hogy ők is fizetik az iparűzési, vagy a kommunális adót. Igen, de hogyha végigveszük azt, hogy például a Főutca 2-ben van 102 lakás. A 102 lakásra mindegyikére esik a 12 000 forintos kötelező kommunális adó befizetés. És ha megnézem, hogy hány méter van a Főutca 2 körül, akkor az olyan 150 méter körül. Ha leosztom a befizetett pénzzel, akkor az jön ki, hogy ott méterenként 3,5-4 000 forint körüli összeget fizetnek be a lakosok. Míg én saját magam előtt megnéztem, a 18 méterre befizetem a 12 000 forintot, még 1000 forintot sem fizetek méterenként. Tehát ebből a szempontból is lehet nézni, de sokkal inkább az oka, hogy többet fordítunk, nem csak mi mezőbeli, hanem általában a települések, többet fordítunk a központra, mert a központban sokkal többen fordulnak meg nap-nap után, mint mondjuk előttem a Liget utcán. Na hát akkor a másik ilyen, amit már évek óta nehezményeznek a lakosok, és hát mindenkit érdekel, hogy végre mikor készül el, az a közvilágítás, és hát ebben jelentős erőrelépés történt az elmúlt időszakban. Jelentős előrelépés, 2013 óta folyamatosan dolgozunk ezen. 2019-ben úgy nézett ki, hogy na akkor ez most megvalósul. Aztán különböző bírósági pereskedések miatt elhúzódott a dolog, és a cég, aki megnyerte a közbeszerzést, közben megszűnt. Most ott tartunk, hogy jövő héten kedden, április 2-án lesz a közbeszerzés lezáró döntés a képviselőtestületnek. Vélhetőleg az MVM nyeri a pályázatot, jelen pillanatban az ő ajánlatuk a legkedvezőbb. De ez nem jelenti azt, hogy vége van, mert még mindig a nem nyertes fél még mindig tehet különböző jogi lépéseket. Én csak reménykedni tudok benne, hogy nem teszi meg, mert ha nem tesz jogi lépéseket, akkor május környékén hozzáfoghatnak a világítótesteknek a lecseréléséhez. Egyrészt olcsóbb lesz a világítás, másrészt pedig sokkal-sokkal jobb fényviszonyokat tudnak elérni az új berendezésekkel. Így legyen. De ha már itt tartunk, hogy közlekedés meg ez az amaz, akkor
írtál a Facebookon megint csak a Bélmegyeri útról, hogy abban viszont ne nagyon reménykedjünk, hogy ez megjavul, mert az szinte már járhatatlan. Már ugyanígy van a Szarvasi út is. És nem biztos, hogy a Szarvasi út a rosszabb. Mind a kettőt végigjártam, kaland az élet, jel szóval, felkiáltással. A Bélmegyeri alsó út azért nagyon-nagyon izgalmas, mert azon túlmenőleg, hogy a gyerekeket Bélmegyerről hordják be a Mezőberényi iskolába, ezen túlmenőleg az Északkelet-Békési térségnek egy olyan vonulási útvonala, amin a Budapest elérése lényegesen közelebb lenne, de mondhatnám Szolnokot is, hogy sokkal hamarabb el tudnák érni. Sajnos hiába írtunk levelet Bélmegyer polgármesterével közösen, a minisztériumban azt írták, hogy jelen pillanatban nincs tervben ennek az útnak a felújítása, ellenben a közútkezelő folyamatosan javítja az utat. Nem igazán vettem észre, de hát bízunk, reménykedünk benne. Azt is föltettem a Facebookra, hogy egyik reggel olvastam a Beolon, hogy hát akkor azon a napon Bélmegyer és Mezőberény között útjavítás lesz. Esett az eső, kimentem, nem találkoztam javítókkal. Tehát azt mondom az embereknek, hogy nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy belátható időn belül, 2-3 éven belül az a szakasz elkészüljön. Ha mégis elkészülne, akkor én leszek a legboldogabb, mert megcáfolják azt, amit most gondolok az egészről. A Szarvasi út meg ehhez képest sincs sehol. Szarvasi út szintén bejárva. A 6-os kilométerig körülbelül egészen járható. Nem azt mondom, hogy jó, csak járható. Nagyon keskeny ugyan, de járható az út. Utána van egy 2-3 kilométeres szakasz, ami mondanám, hogy szovjetes, nem oroszos. Nagyon-nagyon rossz állapotban van, és aztán megint Hunyától a Kondoros Gyomaközti útig egészen jó állapotban van, ott volt, történt felújítás. Hát utána tovább, mert nem mentem Örmény út felé, mert tudom, hogy az megint hasonló állapotban van, mint a Bélmegyeri alsó út. És már itt is vagyunk mai beszélgetésünk utolsó helyszínén, méghozzá az 56-os emléktéren, ahol új játszóelemekkel bővült a gyerekeknek rendelkezésre álló hát játék. Állomány. Igen, tavaly a münzingeniekkel való találkozás alkalmával polgármester úr hagyott itt kis pénzt, amiből egy játszóelemet meg tudtunk vásárolni. A másik játszóelemet az pedig a Spektrum Alapítvány, szintén egy testvérvárosi támogatásból, amit a Spektrum Alapítvány kapott, abból vásárolta a másikat, az pedig Grónautól érkezett az a forrás. Itt tehát két olyan játékelem van itt, amit tulajdonképpen a testvérvárosainktól, német testvérvárosainktól kaptunk. Örülünk neki, mert hogy ezzel egy picikét megint kinyílt ez a tér, megint szebb lett, használhatóbb lett. Elsősorban pici gyerekeknek ajánljuk, pici gyerek és szülőknek, aztra fölhívva a figyelmet, hogy mindenki saját felelősségére használhatja, mert azért ezek a rugós játékok, ebben van egy kis baleset veszély is, hogyha nem megfelelő módon használják. És akkor itt most akkor egy játszótér fog kialakulni az évek folyamán, vagy pedig ez most egy ilyen egyedi dolog, hogy itt van, lehet valaki játszani, de azért, na, mégse játszótér. Eredetileg is azt terveztük, hogy néhány játszóelem itt lesz ebben a parkban. Eredetileg nem ide, hanem egy kicsit beljebb terveztük, de miután a szülők, nagyszülők inkább itt az elején, a park elején közlekednek a gyermekekkel, vagy itt ide ülnek inkább, ezért ide került elhelyezésre ez a három játszóelem. Nagyon nem tervezzük, hogy tovább folytatnánk, hogy ez a kicsiknek van kimondottan arra a célra, hogy hát itt a pici gyerekekkel itt kijöhessenek, elsősorban a környékben élők, elsősorban talán azoknak a Békési úton lakóknak, akik akár saját lakásban, akár pedig önkormányzati bérlakásban laknak, az ő használatukra, de természetesen bárki használhatja a városból. Na és akkor az utolsó témánk, ami az én egyik kedvenc témám, egyébként a galamb és a galambszar Mezőberényi helyzete itt a Városháza környékén. Újabb próbálkozás és újabb sikertelenség, vagy én már nem tudom. Tehát a galambok még mindig itt repkednek. Nem teljesen értem, hogy akkor most a galambokról vagy a végtermékről beszéljünk. Mind a kettő. Valóban így van, hogy rengeteget próbálkoztunk.
elmúlt időszakban, az elmúlt 5-6-8 évben, hogy hogyan tudnánk a galambokat elriasztani. Eddig minden próbálkozásunk sikertelen volt. Leginkább talán az volt jó, ez a körbe tekerős, kis repkedős sas, madár valami, sárkányszerű valami, viszont az egyszerűen nem bírja a nagyobb szelet, bármit raktunk rá, eltépte a szél. Most egy újabb, talán nem kísérlet, mert ennél azért már többet látunk belőle, egy újabb megoldás, bár nem olcsó megoldás került kipróbálásra az épületnek az elején. Hálóval van lefedve az eleje, és úgy tűnik, hogy ez tényleg megakadályozza azt, hogy a galambok ide jönjenek, ezért az ürülék is lényegesen kevesebb a városháza előtt. Nem kell attól félni, hogy mondjuk a mennyasszonyra rápottyantanak, mert hogy nem nagyon szállnak oda. Bár meg kell mondani, hogy van két olyan pont, ahova még amire még rá tudnak szállni, és meg is teszik. Szeretük volna, hogyha lejjebb eresztik a hálót, viszont az a probléma, hogy a városháza épületének a vakolata annyira gyönge, hogy a tipliket nehéz bele helyezni, amihez hozzá tudnák fogadni a hálót. Én azt gondolom, hogy ez azért megoldás lehet. Nem gondoltam, hogy ez a hálós megoldás ilyen jó, és főleg azt nem gondoltam, hogy ennyire kevésbé látható ez az anyag, amiből a háló készült. Békés Csabán a színháznál láttam, hogy nincsenek galambok. Ezek után a igazgatóurral telefonon beszéltem, és elmondta, hogy ők hogyan meg miként csinálták. Ugyanazzal a céggel csináltattuk meg mi is, mint a Békés Csabai Színház, és úgy tűnik, hogy tényleg ez működőképes. Hát az egy másik kérdés, hogy hova mennek ezek a galambok, amik itt voltak. Egyrészt környékbeli épületekre. Ahol nagyon örülnek nekik. Környékbeli épületek egy része, nagy része az önkormányzat tulajdonában van, tehát megint magunknak csináltunk egy másik helyen talán problémát, illetve sokkal nagyobb mennyiségben ültek be a gólyafészekbe, mint a korábbi években. Igen, azt én is láttam, hogy harc lesz lehet. De megjöttek a gólyák, és innentől kezdve a jogcím nélküli rosszindulatú lakáshasználókat a gólyák kitették. Kitették? Én úgy láttam múltkor a testületnél, hogy harcolnak. Minden évben így van, hogy kitessékelik a galambokat, a gólyák rendezik. Tessék? Hajrá, gólyák! Így van, lehet, hogy télire az egész épületet telepíteni kellene gólyákat, és akkor ez megoldaná a problémát. Na, hát akkor úgy tűnik, hogy ez is végre megoldást nyer, mint ahogy nagyon sok minden más is, de hát jön helyettük más probléma majd a városba, amikről majd a következő testülettel együtt lesz majd küzdelem itt a városban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ha nem lennének problémák, ránk nem lenne szükség. Köszönöm szépen.